Kamali Django Tato no Mama Talamba Omore Mata Hamma Yando So Papa Talamba Kamali Django Tato no Mama Talamba Omore Mata Hamma Yando So Papa Talamba. Fogunk elindulni, aminek első állomása nem lesz más, mint Afrika. Na gyerünk! Yeah.
hozzámindul! Hozzáindul! Hozzáindulok! Hova? Kihez? Elindultam hozzá. De nem értem oda. Hát miért nem értél oda? Miért nem? Hát meg is érkeztünk ide, igazi matiné hangulat lesz. Pillanatokon belül az egész világot be fogjuk járni az elkövetkezendő 50 percben. Elkezdtük az utazásunkat Afrikával. Picit kevert volt a stílus, mert úgynevezett afro-kubán stílusban játszottunk. De a következő percekben igazi tiszta brazil zenét fogunk önöknek játszani nektek. Ugye minden évben 40 nappal a húsvét előtt kezdetét veszi a Riói karnevál. Hát a Riói karneválon ugye a szambaiskolák felvonulnak, Rio utcáin, az Avenidán végig-végig masíroznak és befutnak a Samba Dromo nevezetű stadionba, ami kifejezetten arra épült, hogy a szambaiskolák és a Riói karnevál
döntősei megmutathassák magukat az egész világnak, az egyik legnépszerűbb rendezvény az egész világon, a Riói Karnevál. Hát valami ilyesmit szeretnénk most nektek bemutatni, önöknek bemutatni. A legjobb az, hogy ezek a zenék a úgynevezett favellákból indultak el, tehát a brazil nyomornegyedekből, és ezeket a nyomornegyedeket én meglátogattam annak idején a kedves barátaimmal, és azt gondolom, hogy a világ legjobb helyei, a legjobb emberek lakják, akik tényleg a kukából olyan hangszereket készítenek, és olyan zenéket állítanak össze, és olyan gyönyörű nők lakják ezeket a nyomornegyedeket, hogy azt hiszem, hogy párját ritkítja. Hát valami ilyen riói hangulatot szeretnénk önöknek bemutatni most, itt, Kistarcsán. Kezeket, itt van a következő tempó, és együtt kellene, hogy énekeljünk. Ki az, aki szeretne velünk énekelni? Mindenki!
Mindenki új, de jó! Na, akkor Lacikát kéne figyelni, figyelj! Lássam a kezeket! Nem kis tartsán vagyunk, hanem Rio de Janeiro-ba, figyelj! Hey, Madalena Projão! Traz a lenha pro fogão, é fazer a ração. Hoje é um dia de sol, alegria de coio, é curtir o verão. Nagyon-nagyon szépen köszönjük! A brazil kirándulás után, megkeresem a fülemet, a brazil kirándulás után egy picit arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha visszamennénk egy picit az ütőhangszerek bölcsőihez. Ez az ütőhangszerek bölcsője nem más, mint Afrika. A világon körülbelül 4500-5000 féle ütőhangszer létezik, ezt képzeljétek el, tehát ez számtalan hangszer. Ebből a talamba körülbelül 3-400 félét szokott megszólaltatni nagyobb koncertjein. Jelen esetben egy olyan 60-70 féle hangszert tudtunk ide felzsúfolni a színpadra.
De ezzel a 60-70 hangszerrel tökéletesen körbe tudjuk utazni az egész világot, térben és időben. Afrikát azért muszáj megemlítenem, mert az ott élő emberek a mindennapi életük kísérő hangszereiként tekintenek az ütőhangszerekre. Mit is jelent ez? Például, hogyha imádkoznak, akkor ütőhangszereket vesznek elő. Vagy például, milyen érdekes az, szerintem nagyon sok édesanyja van itt a közönség soraiban. Hány édesanyának jutott az az eszébe, hogy ütőhangszerekkel altassa el gyermekét? Valakinek eszébe jutott? Nem, ugye? Milyen érdekes ez. Pedig Afrikában ez mindennapos történet. Vagy kommunikáció, ugye? Beszélgetnek egymással. Nem mobiltelefont használnak, hanem ütőhangszereket, ritmust és speciális ritmus nyelvrendszert. Annak idején, amikor mi főiskolások voltunk Debrecenben, akkor elgondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne ezt valahogy zenében, ritmusokban megfogalmazni, hogy egy vadászatot bemutassunk a közönségnek. Amikor bemutatjuk azt, hogy kik vagyunk mi, egy saját bemutatkozás, aztán kiválasztjuk a zsákmányállatunkat. Hú, ott egy mamut. Hú, ezt gyorsan le kéne nyilazni. Vagy magát a vadászatot elmesélni. És aztán utána a vadászat után, amikor hát egy kicsit morbid a dolog, de megfőzzük azt az állatot, megesszük, és egy picit imádkozva, hát nyugovóra térünk. Ezt a négy tételt szeretnénk most önöknek bemutatni, kicsit vicces tétel címeket adtunk nekik. Este a négereknél, ez a címe az egész kompozíciónak ez a címe, és négy tételből áll. Az első a mi kis közösségünknek a bemutatása, a második lesz a zsákmányállat kiválasztása, harmadik tétel a vadászat, negyedik tétel pedig az ima lesz, és nézzétek meg, valahogy megsérült az egyik vadászunk. Az egyik mamut megsebezte a vadászunkat, úgyhogy muszáj leszünk. Sőt, nézzétek meg, itt a dzsembén is vérfoltokat látok, úristen. A tegnapi Nemzeti Múzeumban te ennyire szétverted, hogy véres lett a kezed? Ú, de jó. Na, akkor figyelj. Come on.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát azt hiszem, hogy Afrika után egy nagyon-nagyon érdekes kultúrát szeretnénk önöknek bemutatni. Hát itt Kistarcsán nem tudom, hogy hány ember járt már élete során Tahiti szigetén. Ugye nem annyira olcsó elutazni, de most mi a Talamba Tours segítségével egy pillanatok alatt elrepítünk mindenkit Tahitire. Tahiti ugye Francia Polinézia a legnagyobb szigete, és ott a júliusban minden évben megrendezik a úgynevezett Hevia Fesztivált. A Hevia Fesztiválra annyit kell tudni, hogy körülbelül olyan, mint itt Magyarországon, akár Kistarcsán, egy népzenei fesztivál, ahol a néptáncosok, népi együttesek megmutatják, hogy mit tudnak, egy ilyen igazi jamboree. És ott van egy olyan szokás, hogy hatalmas nagy gödröt ásnak az ott élő emberek, ebbe a gödörbe parazsakat tesznek, a parázsba disznóhúsokat dobálnak bele, és betemezik ezt a gödröt. És ők tudják, hogy mennyi ideig kell muzsikálni, zenélni, tinci táncizni ahhoz, hogy ezek a húsok megsüljenek. És utána kiszedik, és hát jobb híján megeszik ezeket a húsokat. Most közben olyan zenék hallatszanak, amit most mi meg fogunk önöknek mutatni. Ez az úgynevezett disznótánc. Tehát innen kapta a nevét, tehát nem disznók fognak táncolni a színpadon, hanem ez a húsra utal, amit ők ugye megsütnek a gödörben. Na hát ezeket a francia-polinéziai kivájt fadobokat hagyj mutassam be önöknek. Az ő neve az, hogy Big Mama. Az ő neve az, hogy Kis Mocsok. Aztán van nekünk egy El Negro Hernándezünk. És van gitárunk, és van egy mély dobkíséretünk. És az a lényeg, hogy itt most tudom, hogy szabadtér van, de próbáljunk már meg egy picit nem európai módon viselkedni. Ki az, aki ebben segít nekünk? Ki az? Jaj, de ti nem segítettek? Ti nem? Egyáltalán nem? Jaj, én olyan szomorú vagyok, hogyha ti nem segítettek nekem. Tudtok-e háromra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem európai módon üvölteni? Tudtok? Most lehet, fiúk, lányok, most nem a suliba vagytok, lehet nagyon hangosan üvölteni. Háromra próbáljuk már ezt ki, jó? Egy, kettő, há! Nagyon szuper, ehhez már csak annyit szeretnék kérni. Napszemeges apuka is ott van, és egyáltalán nem üvöltött. Nagyon-nagyon szigorú az apuka. Hú, de szigorú az apuka. Egy picit keverjük már hozzá az apukákat, jó? Sanyikám, a gyomorból egy kicsit adjál, jó? Háromra. Egy, kettő, há! Az alja kéne, az alja! Na! Hát ezt kellene csinálni, amikor a kollégám kopasz azt mutatja, hogy kopasz, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon körülményes ember. Ezt mutatja. Ha ezt mutatja valaki, ne értse senki félre, kopasz senkit nem akar megsérteni, hanem kopasz olyankor szeretné rávezetni a mi kedves közönségünket, hogy üvöltsön, jó? Tehát kiabáljon. Na hát akkor most kezdjük is el a disznó táncot. Egyébként ez arról szól, hogy mi Ümana nevű gyönyörű Tahitin élő szerelmünknek szeretnénk egy kicsit szerelmet vallani. Ümana! Ümana! Érzitek? Ümana! Ümana! Ümana!
Mondtam nektek azt, önöknek, nem tudom, hogy tegeződhetünk-e, hogy kiabáljunk, jó? Ezek a legjobb módszere az, hogy nem nézzük meg azt, hogy ki ül mellettünk a széken. Mert általában az európai ember az olyan, hogy jaj, hát valaki ott ül a széken mellettem, nehogy már én kiabáljak, mert mit fog szólni, érted? Lehet, hogy a gyerek ennek a tanítónénie, vagy az ügyvéd apuka, vagy valaki. Nem kell senkire nézni, ránk kell nézni, jó? És hangosan kiabálunk, oké? Megvan? Az előbb már kipróbáltuk, akkor most élesbe mehet! Próbáljuk meg együtt, oké? Na figyelj! Nézzük, hogy hogyan is szól a Talamba szerelmi vallomás, igazán Talamba halandzsa nyelven. Mert annak idején, amikor a főiskolások voltunk, nem néztünk igazán utána, hogy hogyan is van ez a Talamba tahiti nyelv. Ezért kitaláltunk egy nyelvrendszert. Ezt fogjuk most nektek átnyújtani nagy-nagy szeretettel. Ümanáról szóló szerelmi vallomásunkat. Tessék! Ümaná! 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 Himana, himana. Hepeia feio, pa oroeia. Hepeia feio, pa oroeia. Caiu, pai, pa, 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 epidemia.
Az idő majdnem olyan, mintha Tahiti szigetén lennénk. Ennek nagyon örülünk, hogy májusban ilyen szuper idő van itt Kistarcsán. Tegnap egyébként a Nemzeti Múzeumnak az udvarán is hasonló szuper idő volt. És egyébként nagyon érdekes, hogy azért vagyunk itt 10 órától, ezt el kell mondjam. Nekünk van egy megrögzött horgász tagunk. Tehát aki olyan szinten komolyan veszi azt, hogy pecázni kell, az élet az csak a pecázásról szól. Ez az ember nem más, mint kopasz. És azt mondta, hogy neki 22-től 26-áig pecázni kell menni recskre. És mondtam neki, hogy olyan jó lenne, hogyha egy Kistarcsán játszanánk, így oké, de csak reggel, mert ő még ma elmegy recskre horgászni. Úgyhogy azért vagyunk itt délelőtt, de mi nagyon szeretünk itt lenni. És nem tudom, hogy hányan voltak már tőlünk egy picit délebre, tehát a balkán kultúrát. A balkán kultúra az mindig nagyon-nagyon érdekes. 2006-ban, amikor a Páratlan utakon című koncertünket elkészítettük, akkor gondolkodtunk azon, hogy hát most nem Tahiti, meg Afrika, meg Latin-Amerikát fogjuk bemutatni, hanem egy picit itt Európába szétnézünk. És akkor elindultunk egy picit Magyarországtól délebre, délkeletebbre, Románia, Makedónia, Bulgária, Szerbia, és olyan gyöngyszemekre találtunk, amit mindenképpen meg szeretnénk mutatni önöknek, nektek, hiszen igazi páratlan ritmizálásokról van szó, ami annyit jelent, hogy itt, hát Magyarországon az, hogy jobbra kettőt, balra kettőt, az egy dolog, de ezek 5, 7, 9, 11, 13, az a lényeg, hogy egyáltalán nem párosak ezek a ritmusok. Tehát nagyon-nagyon nehéz mondjuk egy csárdás eljárni rá, mert egy előbb-utóbb az ember a falnak neki ütközik, mert hát vagy hármat járok jobb lábbal, vagy kettőt ballal, és akkor elő vagy utóbb mégiscsak a falnak fogok ütközni. Úgyhogy képzelje magát mindenki egy neszebári kis kocsmába, ahol az egyik sarokban biztosan többen emlékszünk a piros Junos TV-re. A Junos TV-n Szerbia-Bulgária mérkőzés közvetítik. Kicsit, hát szubkulturális a hangulat, egy kicsit hónajszak van, mindenki egy kicsit borostás, mindenki a sajátjának drukkol, és közben hasonlóképpen muzsikál a zenekar. Hey, hop, hop, hey!
Köszönjük, szóval lehet ilyen balkáni hangulatokat is játszani ütőhangszereken. És akkor búcsúzóul annyit szeretnék elmondani, hogy a Tour de Drums koncertje a Talambának szerte az országban meghallgatható. Erről tudomás honnan lehet szerezni? Talamba.hu weboldalról, a Facebookról, ugye Talamba is fönn van a Facebookon. Talamba ütőegyüttes valaki beütögeti, és négy nagyon-nagyon-nagyon jó képű fiatalember fog visszamosolyogni a képernyőről. Ez a négy fiatalember, mi vagyunk a Talamba, illetve a YouTube csatornánkat is ajánljuk figyelmükbe, ahol a legfrissebb felvételeinket is meghallgathatják, illetve megnézhetik a koncertjeinkről készült videókat. Az utolsó műsorszám az abszolút a 21. század zenéje. Annak idején, amikor az együttes megalakult, nem voltak hangszereink, hanem hétköznapi használati tárgyakból próbáltunk meg valami hangot kovácsolni. Megvettük a világ legjobb 3 vagy 4 műanyag hordóját, aminek a legjobb hangja van. Úgyhogy ezt hoztuk el önöknek, és azt a címet adtuk ennek a hős költeménynek, hogy Seregé üldözés, és nekünk ez olyan, mint Soltész Rezsőnek a Szóljon hangosan az ének, hogy nincsen olyan koncertünk, ahol ne játszanánk el ezt a számot. Nekünk ez nagyon fontos. Innen indult a Talamba 99-ben, úgyhogy 4 csősz, szőlőcsősz fog felszólítani a színpadra, akik bizony Kistarcsa környékén az összes szőlőről, szőlő barázdából elhesegetik a seregélyeket, akik megeszik a szőlőt, meg minden. Úgyhogy szólítom a színpadra a Talamba ütőegyüttes tagjait, mint csőszök, és ezzel a számmal szeretnénk búcsúzni. További szép napot kívánunk mindenkinek! Ciao!
Köszönjük, Grünga László Lacika! Szita Miklós, Miki! Vénagy Tamás, Kopasz! Zombor Levente, Levi! Nagyon szépen köszönjük, további jó szórakozást kívánunk, érezzék magukat nagyon jól, csodálatos idő van, egyenek, igyanak, mulassanak! Köszönjük!